Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális jóslás. Itt látható az állandóság, és az jelenti a biztonságot, az anyagiakat illetően, a munkát illetően, a párkapcsolatot illetően. Ennél az állandóságnál még nincs mozgás, hiszen fogva tartasz valamit. Kellenek a változások, erre utal itt az utazás, ahol előre mennek az események. Persze ez az utazás utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra is. Esetleg egy belső útra, egy lelki kapcsolatra. Itt látható a találkozás, ez a szerelmes pár, te és ő, de azért légy óvatos, mert a háttérben megjelenik egy harmadik személy, ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is, aki féltékeny és figyelget benneteket. De ennek ellenére lesz egy váratlan öröm, egy jó hír, itt van hozzá a remény. És akkor is, ha az ellenség itt is látható, ez a vesztesség eltünteti az ellenséget, ezt a féltékeny szemét. Persze azt is jelentheti, hogy valaki rossz indulattal közeledik hozzád, és azt szeretné, ha elveszítenél valamit vagy valakit. Így lehet anyagiakról szó, vagy a párkapcsolatról is lehet szó. Én inkább úgy mondanám, hogy ez a veszteség eltünteti az ellenséget, eltünteti ezt a féltékenységet. Az utolsó lap jelenti azt, ami most nagyon fontos számodra, ezt kell tudnod. Itt kevés pénzről van szó, de ez jó, kellemes ez a kártya, hiszen nyereményekre utal, pénz jön a házhoz. De jelenti a belső értékeket is, hogy itt lesz egy találkozás, mert te értékes vagy számára. Itt van a remény, egy jó hír, ez erre utal ez a levél is, egy öröm, egy váratlan öröm, és ez lehet egy jó hír, vagy lehet egy nyeremény. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!